Alig, ha van szomorú szimbóluma annak a rombolásnak, amit önök az elmúlt 13 évben a közoktatásban végeztek, mint a balagó diákok tablói mellett most már léptennyomon feltűnő tanártablóknak. Ezeken azoknak a pedagógusoknak a fényképe és a neve van, akik nem csak az iskolájukat hagyják el az év végén, hanem választott és szeretett hivatásukat is. Pedig hát kitartottak és nagyon sokáig kitartottak, amiért hálát és elismerést érdemelnének a magyar emberektől, és érdemelnek a magyar emberektől, és érdemelnének önöktől is, de hát nyilvánvalóan önöktől erre a hálára és elismerésre nem számíthatnak. Kitartottak, miközben méltatlanul alacsony fizetésüket szinte felzabálta az Orbán infláció, és a puszta megélhetésük került veszélybe. Kitartottak, miközben a milliós fizetésekből Nizzában nyaraló tankerületi vezetők kirúgásokkal terrorizálták őket. Kitartottak, miközben Indián túlóráztatták őket, miközben pocsék minőségű tankönyveket és taníthatatlan alaptantervet kaptak a nyakukba. De önök most, tisztelt államtitkár úr, úgy döntöttek, hogy az összeomlás előtt álló magyar közoktatás utolsó lábát is kirúgják. Ugyanis az az igazság, hogy már most több tucatnyian jelentették be azt, hogy szeptemberben nem tanárként folytatják a pályájukat. És a legfelháborítóbb ebben az egészben, hogy ez a törvény ráadásul semmit nem old meg a magyar közoktatás generális problémáiról, nem úgy oldja meg a kifizetetlen túlórákat, nem úgy oldja meg a túlterhelést, az elavult tananyagot, nem oldja meg. Ez a törvény egyetlen egy dologra jó, hogy a tiltakozó tanárokba önök belefolytsák a szót. Kérdezem tehát államtitkár urat, hogy hogyan fogják megállítani a pedagógusok tömeges pályaelhagyását, aminek a jeleit már most is látjuk, és még szeptembernél sem tartunk. Várom válaszát. Köszönöm.